Sziasztok! Ma itt nektek egy rakás dolgot, amiről beszámolni. Egy játék, ami szerintem nagyon jó. Nekem jobb is nagyon bejön. Aztán lenne még itt egy új 3D driver. Ami az esetleges hibákat megszünteti a képeken, illetve a játékok textúráiban. Valamint felraktam a Froyót is, de azt le is szedtem elég hamar, mert az nem volt bejövős. Csak úgy sem, hogy én bónuszban mutatnék nektek egy class feature-t az Anzoromban. Ez pedig ugye a Live Wallpaper, ami hát jól néz ki így elsőre, de amúgy nem használnám minden nap, nem is teszem, mert amint látjátok, elég lassú lesz tőle a telefon. Konkrétan szaggat minden. De amúgy jó dolog lenne, hogyha jól működne. Azért érződik a sebesség különbség. Nem kicsit gyorsabb. Most beszéltem itt nektek arról, hogy 3D driver. És hát itt van tényleg, és létezik. És mutatok nektek egy quadrantot, amivel meglátjátok, hogy miben lett más. A lényeg annyi, hogy ahol eddig nem volt textúra, mert nem bírta betölteni a driver, na ott most van. És ezáltal sokkal szebben néz ki. Az hátránya viszont, hogy kicsivel lassabb lett, de vannak olyan játékok, ahol viszont így pont, hogy gyorsult a futási sebesség. Szóval eléggé vegyes felvágott lett. A Raging Thunder például el sem indul, megfagy. De van olyan játék, például az Angry Birds, ami sokkal jobb lett. Hát ez van. Na hát itt látható, hogy nem látunk olyan kis érdekes háromszöveket, amik voltak eddig. És ez nagyon jó dolog. És az FPS is egy kicsivel nagyobb. Itt ugye eddig 3 volt. Itt viszont belassult. Tehát, hogy 3 FPS a 7 helyett. Elég kevés. És hát igen, sajnos csak 302 pont. Na most hozzá kell, hogy tegyem, hogy 414 pontot értem el a Froyóval, viszont ott ugyanúgy ott voltak a háromszögek, arra még rá se lehetett ezt a driver pakolni, mert akkor nem bootolt be. Hát mindegy, de ott a 3D-nek nem volt ilyen jó az élménye, mint itt. Az is sikert, hogy bemutatok itt nektek egy játékot, ez pedig a Winds of Steel. Hát, kezdjük is el. Ez egy repülős játék, ami baromi jó. Tehát a gyroszkóp segítségével irányítjuk a repülőnket, és ki kell lőnünk a ellenséges repülőket. Ami kamerán keresztül nézve elég nehéznek tűnik. Jaj! Természetesen ők is visszalőnek. Bocs, hogy bénázok, de tényleg kamerán nagyon nehéz így. És én is sérülök, én is le tudok zuhanni, most be is mutatok. Kamikaze. Vízbe zuhan, felrobbantam, nem baj. Fantasztikus 150 pont. És mennyire is tök hangatos vagy ez a zenével. Szóval ez nagyon bejön.
Tehát ennyi fért a mai rövid kis videómba, és remélem hasznos volt, és tetszett a játék, illetve a 3D drivernek a újítása, és nézzétek a csatornámat, lesz új videóm még, ha mindig az akkor a hétvégén, ha nem igaz minden, akkor nem a hétvégén, de igyekszem. Sziasztok!